A törvényes öröklés általános rendjét az új PTK szabályozza. Végrendelet alapján vagy törvényes öröklés útján lehet örökölni. A KSH adatai szerint minden ötödik ember végrendelkezik, a többi esetben a törvényes öröklés rendje alapján száll a vagyon az örökösökre. Sorrendben elsődlegesen az örökhagyó gyermekei egyenlő arányban örökölnek, egy szinttel feljebb a felmenő örököl, ezután az oldalág is. Másod és harmad unokatestvér is örökölhet, akár adósságot is, amit már csak a hagyatéki tárgyaláson lehet visszautasítani. Fontos tudni, hogy a törvény szerint bár az örökös felelősséggel tartozik az elhunyt adósságait illetően is, ez azonban nem korlátlan, mondta el 35 perc című műsorunkban Bardi Béla ügyvéd, aki hozzátette, gyakran találkoznak az ügyvédek ilyen esetekkel praxisukban. Volt, amikor egy 10 milliós ingatlanon 30 milliós banki hiteltartozás volt. Az örökhagyó egy középkorú hölgy után két gyermek örökölt volna a törvényes öröklés rendje szerint, mivel hogy nem volt végakarata. A vagyona az egy 10 millió forint értékű ingatlan volt, és ezt terhelte 30 millió forint adósság. Tulajdonképpen az egyik örökös azt mondta, hogy ő lemond az örökségről, nem lemond, bocsánat, visszautasítja, tehát már hagyatéki eljárásban, míg a másik örökös elvállalta, tulajdonképpen ő nem nyilatkozott arról, hogy tehát visszautasítaná az örökséget, így neki átadásra került a hagyaték. 2-3 hónapig nem is kereste ezzel kapcsolatosan senki, majd a pénzintézetek a teljes tartozást követelték tőle. Nagyon hosszú levelezés, majd bírósági per útján tulajdonképpen sikerült végül nem ítélettel, hanem egy megegyezéssel a hitelintézetekkel szemben a mi követelésünket, vagy a mi igazunkat érvényesíteni, és tulajdonképpen kizárólag a hagyaték erejéig felel a örökös, tehát tovább nem. Vannak olyan pénzintézetek, amelyek olyan megállapodás tervezetet küldenek ki az örökösnek, amely tulajdonképpen egy új banki szerződés, ezeket át kell fésülni, jogban járt a szakemberrel, emelte ki az ügyvéd. Egyébként nem csak banki, hanem adótartozást is meg lehet örökölni, mint minden tartozást, ezeket is behajtási, végrehajtási szakaszba tesznek és inkasszózhatnak, foglalhatnak is a követeléskezelők.